Szerintetek bekebelezte a NER a Balatont? Vagy van még fű, van még tér rajtuk kívül is az érvényesülésre, és azért lehet abban is gondolkodni, hogy milyen típusú lehetőséget lehetne kiaknázni ebből a mostani beruházásbumból, kifejezetten a gasztrósok számára. Én örülök a beruházásoknak, én örülök a konferencia központnak, örülök annak, hogy itt több magas színvonalú szálloda épül, mert tényleg azt a lehetőséget adja, hogy a téli időszakban is jön egy olyan vendégkör, amelyiknél nem kell azon gondolkoznom, hogy mennyit tegyek rá az étlapon az alapanyagárakra. Nyilván nádokat kiírtva nem, vagy határokon túl nem, vagy csak a tőkét nézve nem. Tehát én sem szeretnék úgy jól működni, hogy közben egyébként már nincs nád a Balatonon, annyi szálloda van, de nekem van vendégem, de egyébként a fejlődés nem rossz.